Két fontos aktualitás motiválta a helyi horgászat életét érintő lakossági fórum kezdeményezését. Az Öregtavi Nagy Halászfesztivál küszöbén ezentúl minden esztendőben lehetőség nyílik a város horgászai számára, hogy kérdéseiket, problémáikat személyesen fogalmazhassák meg a polgármester és az önkormányzat munkatársai előtt. Én azt szeretném, hogy az, aki a vízpartján ül, aki ismeri a vizet, aki szereti a halat, aki szeret horgászni, az a városnak a halászati tevékenységéről is legyen napra kész, közvetlen információval ellátva, ezért erről fogok beszélni. Mennyi halat tettünk a tóba, hogy néz ki a haltermelésünk, mi minden változott időközben, egyáltalán formailag hogy néz ki ez a dolog, és hát, hogy milyen reményeink vannak az idei esztendőre, amikor a termést majd most betakarítjuk. A másik téma egy nagyon aktuális, az idei esztendő végén lejár a halászati joga a Cseketavi Horgász Egyesületnek, most bocsánat, hogy nem a teljes hosszú nevét mondom az egyesületnek, mindenki ismeri őket, akik a Cseketó partján ülnek és horgásznak, nagy részük ők egyesületi tagok, vannak mindig vendéghorgászok is, de róluk beszélünk most. Ennek a tónak, a Cseketónak a tulajdon joga az a városé, tehát az a közösségünké, Tata városáé a Cseketó, mint tulajdon, viszont éppen ezért az oda szóló halászati jogot is, horgászati jogot is, mint haszonbérletet adja ki a város, adta ki a város az egyesületnek. Most ez lejár ez év végén. A célunk az, hogy feltétlenül a horgászoké maradjon a Cseketó, viszont a törvényi változásoknak megfelelően, sok-sok aktualitásnak, új helyzetnek megfelelően a további működtetésére keressük a jó megoldást. Ezért is szeretném meghallgatni a horgászok véleményét, ők szeretnék-e tovább vinni a Cseketavon a horgászatot, vagy valamilyen más formát találjunk. Én azt remélem, hogy meg tudunk abban állapodni, hogy a jelenlegi horgász közösség vigye tovább a Csekén a horgászatot, és a megfelelő törvényi előírásoknak megfelelően egy új szerződésben rögzítve, az új feltételekkel tudjuk ezt a szép munkát tovább folytatni. Sok-sok vitánk van, kérdéseink vannak egymáshoz, ezeket a legjobb így tisztázni együtt.